Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes dolgot szeretnék bemutatni. Nagyon ki kell hangsúlyozni, vélend alatt fog működni ez az új ablakkezelős új rendszer, ami valószínű, hogy fel fogja váltani a hagyományos X-orgot. Én egy picit előre gondolkodva körbenéztem, hogy milyen csempézős megoldások vannak. Érdekességként meg kell említenem, természetesen már mindenki észrevette, vannak a nagy asztali felületekhez, KDE-hez, GNOME-hoz egyéb ilyen beépülők vagy alapbeállítások, hogy csempézős lehetőséget is adjanak. Érdekes, igaz? Érdekes. A hagyományos megoldás, amit megszoktak az emberek Windows alatt, az lehet, hogy nem teljesen jó. Inkább ilyen hibridszerű megoldásokba gondolkodnak sokan, és az A és B megoldás, tehát a hagyományos ablakkezelés, illetve a csempézős ablakkezelést próbálják egy picit összehozni. Na hát véleményem szerint a bemutatandó Hyperlandnak teljesen sikerült ez. Nem teljesen, ez nem igaz, de nagyon-nagyon jó eséllyel indulhat arra, hogy mind a két felet, aki a hagyományos ablakkezelést és a csempézőset szereti használni, azt valahogy úgy összehozza és kiszolgálja őket. Oké, de egy nagyon kényelmesen használható és fejlesztés alatt lévő ablakkezelő. Az ablakkezelő így működik, majd én is bemutatom. Gyakorlatilag, ahogy lehet látni, tudsz ablakokat mozgatni természetesen, és adja azt a kényelmet, amit egy csempézős ablakkezelő ad, hiszen, hogyha megnyitsz egy újabb ablakot, az szépen megfelelő módon el fogja helyezni, tehát ilyen csempézősbe, mint ahogy éppen most lehet látni. Azt is el kell mondanom, hogy egy kis tanulási folyamat kell hozzá, ha valaki mondjuk GNOME, Mate vagy Cinnamonról kerül át, KDE-ről, akármiről, őneki egy kicsit furcsa lehet, de érdemes megtanulni. Úgyis tudjátok, hogy ez i3 mellett vagyok én, azt szoktam használni, az is hasonló, illetve hasonló módszerrel meg lehet készíteni, de én azt mondom, hogy ezt kipróbáltam. Min próbáltam ki? Természetesen kipróbáltam egy előre beállított rendszeren. Azaz olyan rendszert kerestem, olyan disztribúciót, ami kapásból adja. Nyilvánvalóan viszonylag új ez az ablakkezelő, nem biztos, sőt majdnem biztos, hogy a Debian tárolóban nem lesz bent, ezért én egy huszárvágással, egy átcsalapú disztribúción fogom bemutatni, ami pedig a Garuda. Nyilvánvalóan a hyperland.org-on meg tudod nézni, hogyan működik, van hozzá iszonyat jó, hosszú és részletekben menő leírás, az interneten találsz hozzá rengeteg olyasmi videót, ami a beállítását, működését be fogja neked mutatni. Én a Garudára tettem le a voksomat, azért mert ő egy kész ablakkezelő rendszert ad. Nézzük is meg, mi az a Garuda. A Garuda gyakorlatilag egy BTRFS fájrendszert használó árcsalapú rendszer, volt róla szó, azaz a BTRFS fájrendszerről elég sokat beszéltem, illetve Garudát is bemutattam. Őneké van egy nagyon-nagyon jó, előre összeállított rendszere, ezeket olvassátok el, jó? Tehát én igazából nem szeretném fényezni a Garudát, sokan szeretik, sokan nem szeretik, el lehet dönteni. Amit elmondanak, hogy 4 giga alatt nem érdemes igazán telepítgetni, gyakorlatilag az én rendszerem, az a rendszer, amit feltettem, olyan másfél gigabájtot használ alapból, memóriából, tehát gyakorlatilag natív, tehát valós, élő telepítés után nagyjából ennyit használ, majd a végén megnézzük, mennyi a valódi érték, meg 30 giga tárhelyet szeretne kérni. Oké. Nyilván nem azokat fogjuk nézegetni, amelyek nem azok, amik nekünk kell. Oda megyünk a Garuda lehet látni, figyeljétek meg, svéd, tehát ez is egy ablakkezelő, ez is az i3 VM egy ablakkezelő, tehát elég sokat adnak arra, hogy az a 6-8 kiszerelés, amit a Garuda elkészít, külön ISO képek, azok közül 3 darab van ablakkezelővel. Remélem nem nagy hülyeséget mondtam. Igen, 3 darab, mert a Hyperland is itt van, a legalján kell keresni, letöltött, kiírott pendrive-ra, aztán indulhat is a telepítés. Érdemes először, indítás után, tehát miután elindult a rendszered, elindítani pár dolgot, megnézni, hogy egyáltalán tetszik-e ez neked. Ahogy lehet látni, illetve látni fogjátok, telepítés után ugyanezt fogjátok kapni, tehát igazából nem lesz meglepetés. Azaz élőben, élő indításkor lemezről, DVD-ről, időzjelbe, USB-penről,
elindítva ki tudod próbálni, tetszik vagy nem tetszik. Nézzük meg, miről beszéltem, miért tetszik nekem ez annyira. Elindítok egy terminált, illetve elindítok egy fájlkezelőt, lehet látni a Garudának megfelelő színösszeállítást kapjuk. Gyakorlatilag itt nincs más, mint két ablak megjelent, megjelentetjük a következő ablakot, látható, ahogy szokták ezek a csempézős ablakkezelők, szépen megjelenik az az elrendezés, amire be van állítva. Gyakorlatilag elindítjuk az installációt, ha tetszik. Mit kell tenni? Ide kattintunk, megkapjuk ezt a GNOME-nál, meg a KDE-nél meglévő kis képernyőt, ami gyakorlatilag az összes feltelepített programot mutatja, és beírjuk, hogy inst, és akkor az installálást megkeressük, install system, rákattintunk, és akkor el fog indulni az installáció. Kis várakozás után el fog indulni a rendszerünk, letölti azt, amit kell. Gyakorlatilag miután indításkor beállítottam, hogy magyar önálló megmarad, nincs ezzel semmi egyéb teendő, a szokásos dolgok mennek. Beállítjuk a lokációt, azaz Budapest, illetve Európa. Ha változtatás kell, akkor rákattintunk a változtatásra, és változtatjuk azokat a beállításokat, amiket ott meg lehet találni. Magyarul fog hozzánk beszélni, nincs semmi olyasmi, amit ne ismernénk. A billentyű kiosztásra figyelünk, már be van állítva, hogy magyar, illetve hogyha más 101-es egyéb beállítás van, akkor azokat meg lehet tenni, nekem megfelel az alapbeállítás. A következő képernyő az, amit ismerünk, gyakorlatilag kiválasztjuk azt a lemezt, amit szeretnénk használni, nagyon odafigyelünk, mert hogyha olyanra installálod, amin olyasmi van, amiért kár, azaz fontos, hogy a másik rendszerre ráinstallálod, abban a pillanatban, amikor az installáció elindul, a particionálás elindul, már nem tudod visszaszerezni az ott lévő adatokat, azaz kétszer megnézzük, hogy oda kerüljön, ahova kell. Oké, meglévő mellé szeretném telepíteni, nem, partíció lecserélése a következőre, Garudára, nem, tehát ezen van egy csomó minden, amit lehet törölni, kukába megy az előző rendszer, azaz a lemez törlése, és akkor megkérdezi tőlünk azt, hogy szeretnénk-e swapot, vagy nem szeretnénk swapot. Én a cserehely hibernálással ezt alapból beszoktam állítani, nincs ezzel gondom, tehát hibernálni tud a gép. Úgyis látni lehet, hogy elég nagy lemezt szoktam használni, itt nem jelent gondot, hogyha akármilyen méretű swapot csinál, tegye meg, amit kell. Oké, az aktuális ez volt, és az új ez lesz, a maradék rendszer lemez lesz, tehát ezt használni tudom. Ha ezen túl szeretnél még te valamit állogatni, van lehetőség a manuális particionálása, én ezt nem szoktam bemutatni, én ezt nem szeretem, hogyha kezdő nekiugrál egy kis manuális beállításnak, mert abból jó nem sül ki. Azaz, amit te leformázol, amit te átalakítasz, azt vissza nem tudod kapirgálni. Itt egy BTRF-es fájlrendszert használunk, érdekességként elmondom, régebben volt róla több videó is. Természetesen mellé is tudod telepíteni valami régebbi operációs rendszer mellé. Ha van lehetőséget, vegyél szerezbe, kérj kölcsön egy olyan lemezt, olyan merev lemezt, vagy SSD kártyát, amelyet csak erre használsz, akkor abból nem lesz olyan, hogy méretbeli ilyen-olyan tologatások, ilyen-olyan beállítások miatt elvesznek az adataid. Nekem volt már olyan, hogy sikeresen rátelepítettem valamit egy másik operációs rendszerre, amin rengeteg adatom volt. Persze volt mentésem. Következőre bökünk, megadjuk a teljes nevet, az Laci. Meglepő. Ő eltalálja, hogy Laci. Megadjuk a jelszót, jelszó megadás után elgondolkodunk, hogy szeretnénk-e automatikus bejelentkezést, nem szeretnénk automatikus bejelentkezést, illetve hát a adminisztrátornak ugyanez legyen a jelszava. Ha kiveszed a pipát, megkérdezi az admini jelszót, hogy mi legyen. Nyilvánvalóan tesztrendszernél azért van 3 darab a betű jelszónak, azért használom a root jelszót ugyanazt, mind a saját jelszavamat, hogy gyorsan tudjak vele dolgozni, tesztrendszer, játszani, jó lesz. A következő gondolat felsorolja azokat, amiket te beállítottál, és telepítés. A Garuda telepítő változtatásokat fog végrehajtani a lemezen, a Garuda akármilyen telepítéshez, ezután már nem tud visszavonni változásokat senki,
Azaz, telepítés most. És elindul a telepítés. Gyakorlatilag itt felül megnézhetjük, hogy 4 óra 46 perc van, megnézzük, hogy mennyi lesz a telepítés. Gyakorlatilag látni, hogy nem kellett 10 perc a feltelepítéshez. Miért? Mert relatív kicsi rendszert rakunk fel, nincs sok olyan program, láthatóan nem is volt választásunk, hogy megadjunk előre definiált programokat. Ez pontosan arra való, hogy egy alaprendszert, a Hyperland-nak az alaprendszerét felrakja egy Garuda rendszerre, és utána már gyakorlatilag használható is lesz egy újraindítás után. Újraindítás után lehet használni majd a rendszerünket, bepipálja mindenki az újraindítás mostot, befejezésre bők, és újraindul a gép. Ennyi az egész, és már friss, ropogós, berendezett, ez volt nálam a fontos, egy berendezett Hyperland felületet fogok kapni. Oké, befejezés. Miután sikeresen feltelepedett, elindítjuk a rendszert. A háttérkép az dinamikus, tehát folyamatosan változik alapesetben, azaz senki nem mondja azt, hogy csúnya a háttérkép vagy egyéb. Mindenki olyat állít be, olyat indít el, ami neki tetszik. Nézzük is meg, mi az, amit kapunk. Gyakorlatilag én három monitoron látom, hogy nagyon szépen összeállított, megfelelő színnel összeállított rendszert kapunk, azaz szép a rendszer. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a legnagyobb hátránya ennek az, hogy idegen, azaz meg kell szokni. Itt mindenkinek azt tanácsom, hogy egy kicsit játszadozzon a rendszerrel, próbálgassa, azaz próbálgassa ki azt, hogyan mozognak az ablakok. Nézzük is meg, mi az, amit kapunk. Gyakorlatilag kapunk egy ablakkezelőt, én most megnyitok három darab programot, egy terminált, egy webböngészőt és egy olyan kis fájkezelőt, amit mindenki ismer. Lehet látni, hogy az összeállítás eléggé videótip, tehát egy kicsit olyan videótip színek vannak, hogy valakinek ez tetszik, nem tetszik, az szerintem egyéni dolog. Azt is lehet látni, hogy minden beállítás nélkül, külön eszköz nélkül, az átlátszóság, az árnyékok, a sarkak lekerekítése automatikusan működni fog. Gyakorlatilag én úgy gondolom, legalábbis ahogy itt lehetett látni a képeket, illetve hát gyakorlatilag, ha valaki teszteli, nem is teszteli, nézegeti a rendszert, rögtön rájön, hogy nagyon kezes. Azaz billentyű kombinációval elindíthatsz egy csomó mindent. Oké, nyilvánvalóan az, hogy valaki billentyű kombinációt szeret, vagy nem szeret, vagy mit szeret indítani, vagy hogyan nem szeret indítani, ez teljesen mindegy. Mert mind a két lehetőség billentyű kombinációs, illetve természetesen kattintásos, indításos megoldás is van. De először nézzük meg, gyakorlatilag ez a csempézős ablakkezelés, ez mindenhol nagyjából ugyanígy működik. Nyilvánvalóan az, hogy a fő ablak a legnagyobb, meg a kicsi, hogyan osztódnak meg, azt be lehet állítani, illetve itt valóban ízlések és pofonok eltérőek. Ez a Fibonacci spirált követi, meg is mutatom gyakorlatilag, őt egy kicsit elosszuk, hozzátettem még egy darab ablakot, megint hozzáteszek egyszerűség kedvéért egy terminált, lehet látni gyakorlatilag, hogy hogyan osztódik meg. Itt is, mint a legtöbb ablakkezelőnél, úgy van beállítva a gyors billentyű, hogy valamilyen szinten egységes, mármint a többivel, a Windows gomb és a Q lenyomásával lehet becsukni. Lehetett látni, gyakorlatilag az osztások a helyet felezik. Ahol éppen ki van jelölve az ablak, ahol az egér van, azt az ablakot fogja lefelezni. Nagyon kényelmes. Oké. Mi a legnagyobb problémája legtöbb ablakkezelőnek? Az, hogy nem lehet dinamikusan az ablakoknak a méretét egérrel, ismétlem, egérrel változtatni. Itt, hogyha lenyomjuk a Windows gombot, ezt hívják szupernek is, meg egyéb, de mivel Windows logóval rajta, hívjuk Windows gombnak, lenyomom, és akkor a jobb egér gombot lenyomva tudom mozgatni, ahol megfogom, ott mozog. Tehát így tudom mozgatni nagyon szépen a méretet, úgy tudom beállítani, hogy kell. Nekem gyakorlatilag ez nagyon kényelmes, mert sokszor dolgozok egérrel, és az ablakok méretezése ez kifejezetten gyors, és kifejezetten kényelmes. Természetesen billentyű kombinációval is meg lehet oldani. Az, hogy az ablakokat változtatgatjuk egymás mellett, ahogy akarjuk, az természetesen jól működik. A kijelölt ablakot ki tudom nagyítani,
Windows plusz F-el össze tudom nyomni. Tehát itt az összes olyan lehetőség megvan, ami számomra kényelmes, illetve kell. Tehát az ablakok mozgatása működik. Oké, mindenki ismeri az ablakkezelőt, nagyjából a legtöbb ennyit tud. Az, ami itt nagyon kényelmes, illetve nagyon jó, itt lehet látni, már nézegettem a leírás, hogy rengeteg beállítási lehetőség van, tehát nagyon testre tudod szabni. Én úgy gondolom, hogy a nagyon testre tudod szabni, az induljon ki abból, hogy először a rendszert megismered, és utána kezdjél állogatni, mert itt valóban nem az a lehetőség van, mint mondjuk az E3-nál, hogy van egy 15-20-30 oldalas leírás, ami egyébként rengeteg, és azon átfutsz, és akkor már úgy nagyjából tudod a dolgokat. Itt azért bele lehet menni nagyon a pluginok, beállítások, finomítások rendszerébe, nagyon kényelmesen lehet egyébként szerkeszteni a dolgokat, hozzáteszem, valóban átlátható a konfigurációs fájl, azaz egy ember közeli rendszert fogsz kapni, akár használatba, akinek tetszik ez a, hogy is mondjam, ablakkezelős dolog, ő neki ez mindenképp működni fog. Jellemzően az, hogy billentyűkombinációk vannak, attól mindenki frász kap, nem sokan szeretik, illetve sokan szeretik, csak igazából megszoktuk ezeket az ablakos mozgatásokat egérrel meg egyéb, de én úgy gondolom, hogy nagyon kényelmesen lehet billentyűkombinációkkal is dolgozni. Igen, de a billentyűkombinációkat meg kell ismerni. Hát hogyan lehet megismerni? Nagyon ügyesen a fő billentyűkombinációkat kiírták ide, tehát gyakorlatilag az alap minimum, de azért valóban csak a minimum, gyors billentyűket meg lehet ismerni. Érdemes véleményem szerint kijegyzetelni, illetve begyakorolni, mert gyakorlatilag ezek villámgyorsá teszik a dolgokat. És igen, természetesen ez nem az összes billentyű kombináció, az összes billentyű kombinációt, ami be van állítva, és nagyon sok be van állítva, azt a konfigurációs állományba lehet megnézni. Hogyan? Becsuktam az összes ablakot, és gyakorlatilag a kedvencemet, a Ranger-t fogjuk elindítani. Ez nagyon pozitív az elkészítő, a tervező fele, hogy a Ranger-t beleteszik. Ez egy általános, gyors, és mindenki által, persze aki ablakkezelőzik, annak ez egy alapdolog, mindenki által kedvelt fájkezelő. Természetesen megmondjuk, hogy run, gel, igen, egy Ctrl-H-t nyomunk, megkeressük a konfigot, nyilvánvalóan nem a hátok konfiguráció között, hanem a hiper konfiguráció között fogjuk keresni, és itt van a hiperlannak a konfigurációs állománya. Lehet látni, gyakorlatilag lehet látni, hogy itt nincsenek olyan összetett szerkezetek, olyan nagyon összetett szerkezetek, amivel nem lehetne eligazodni, és bele lehetne keveredni. Ahogy lehet látni, logikusan, itt szabályok vannak, mi legyen lebegő, gondolom mindenkinek egyértelmű, és itt vannak ilyen, hogy bind, felkiáltású dolgok, azt hiszem többi, például a BSPVM-nél is ugyanilyen bind, akármi meghatározások vannak. Itt el lehet olvasni, hogy például az F1-es lenyomásával a böngészőt fogja elindítani, F2-vel a levelezőt fogja elindítani, F3-mal a tunárt, utána etc. Tehát nem kapsz egy olyan leírást, amiben az összes fel van sorolva, mert fölösleges. Miért? Mert nekem az F1-el nehogy már a böngésző induljon, én majd be fogom ezeket állítani, hogyha ez a rendszer megmarad. Oké, tehát lehet látni, hogy emberközeli, jó leírás van hozzá, azt meg az interneten pár olyan konfigurációs fájl beállítási metódus kering, amit érdemes megnézegetni, és utána már a saját képedre tudod szabni. Miért mondom, hogy a saját képedre tudod szabni? Mert amit láttatok, ez, hogy ablakok megjelennek, meg van lebegő ablak, meg ide-oda húzogatom, ez csak a valóban a felszín kapirgálása, van olyan beállítási lehetőség, na hát mindenki sejti, mire akarok kitérni, hogy ilyen kis fülecskés, mint az E3 VM-nél láttátok nálam, kis fülecskék vannak, és azzal azért egy kicsit kényelmesebben tudom használni a monitorokat, mert a fülekre kattintva jelennek meg a megnyitott programok. Oké. Tehát mindenki átérzi, hogy itt azért van lehetőség az ablaknak a kezelésére. Az ablaknak a kezeléséhez. Most megnyitok egy terminált,
Megnyitottam egy terminált, itt a terminálnál mindenkinek az ugrik be, hogy nincsenek meg itt fönt azok a kis gombocskák. Tudjátok, amivel nagyítod, kicsinyíted egyéb. Igen, mert nem úgy állították be. Leírásba olvasom, illetve videóban láttam, ide föl egy gombokkal összeállított, megfelelő gombokkal összeállított kis panel csikocskát lehet tenni, azaz a bezárást, a lezárást, az ide-oda küldést nagyon-nagyon-nagyon jól szabályozható. Az ablakkezelőknél talán itt van a legnagyobb ilyen szabályozási lehetőség, vagy legalábbis ismereteim szerint akármilyen funkciót oda fel tudsz biggyeszteni. Nem próbáltam ki, csak láttam, és nagyon megtetszett, ablak bezárása, ablak lezárása és egyéb műveletek, majdnem minden műveletet hozzá tudsz rendelni ott fönt ilyen kis ikonkákhoz, és akkor már kényelmesen, ahogy megszoktad, úgy tudod használni. Mi a másik, ami fontos egy kezdő felhasználónak? Legyen panel. Nyilvánvalóan legyen panel, már megszoktuk, hogy van panel, azon vannak mindenfajta ikonkák, amivel valamit tudunk csinálni. Itt egy jól összeállított, de azt kell mondanom, egy minimalista összeállítású panelt fogunk kapni. Ezen kívül még jó sok mindent bele lehetne ebbe a panelba gyömöszölni, illetve sok mindent el lehetne venni. Ahogy lehet látni, itt is a lekerekített dolgokat szeretném először kiemelni. Valóban az ikonok színe, az ikonoknak a interaktivitása. Például, hogyha ide rámegyek, akkor a hangerőt tudom szabályozni. Azt hiszem egyértelmű, ha rákattintok, akkor mit kapunk meg, azt kapjuk meg, amire szükségünk van, amit megszoktunk. Tehát itt az ikonok interaktívak, és valóban lehet látni itt a letöltési sebességnél, vagy egyéb ilyen akármilyen kijelzőknél, hogy százalékokat mutatnak, tehát valóban egy aktív panelt kapunk, nem csak gombok egymás mellett, hanem visszajelzéses gombokat is kapunk, tehát valóban jó kis panel összeállítás van, ami alappanel. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez az, amit hozzáadtak. Ez szépen össze van rakva egy kis panel, ami nagyon jó. Nézzük meg, mi az, ami a panelon van. Kibekapcsoló gomb, nyilvánvalóan egyértelmű. Akkor van egy ilyen óra meg naptár. Az óra-naptár funkció eléggé kezdetleges. Nyilvánvalóan, hogyha valakinek van kedvenc naptára, órája, mögéje be tudja tenni, tehát el tudja indítani vele azt a naptárat, amit éppen ő szeretne. Akkor van a futó programok, nyilvánvalóan az OBS Studio az fut, nyilvánvalóan a hálózat az a hálózat, rábökünk mindenre, akkor ez a hálózatnak a IP címét írja ki, meg ilyen sebességet, meg egyebeket. A hangerőt látátok, interaktívan tudsz állítani rajta, a görgővel állítod, hogy hangosabb vagy halkabb legyen. Hozzáteszem, aki nem ismeri ezeket a dolgokat, tehát ezeket az ablakkezelős dolgokat, sok egyéb hagyományosabb régebbin is be lehet állítani, és sokon nem. Azért egy kicsit jó dolog az, hogy itt azért minden ilyesmire figyeltek. Nyilvánvalóan itt a teljesítményre, felhasználásra fogsz egy kis instrukciót kapni, megindítja a háttoppot, ahogy lehet látni, gyakorlatilag a memória használat 2,3, tudni kell az OBS fut. 1,4, 1,5 nálam a memória használat, gyakorlatilag, ha valaki ablakkezelőt használ, ő hozzászokott ilyenkor kapni a szívéhez, természetesen azt én tudom, természetes, egyértelműen használom, a i3 VM-nél sokkal kevesebb, fele, harmada. De itt abba bele kell gondolni, nem x-ork alatt fut. Itt azért a háttérben működő videó megjelenítés egyebek, mármint az, hogy képet kapjál, így értem a videó megjelenítést, azért az egy eléggé energia, erőforrás igényes, azért ilyen szépen flow ez a rendszer, azaz úgy értem, hogy működik, lehet látni, hogy előköpi rögtön az ablakot, gyorsan megjelenik minden, mert bizony úgy van megcsinálva, hogy nem 1 gigás gépekre memóriával, vagy fél gigás memóriával rendelkező gépekre, hanem a leírás szerint 4 giga alatt, hát nem kéne nagyon erőltetni ezt a rendszert, nem kicsi, lehetne szűkíteni,
de nyilvánvalóan a kipróbálás célzattal én azért ezt tettem föl, mert párat megnéztem, valamelyik füzetős vicc kategória, nem? Füzetős Linux disztribúció, ami ilyen kis megfelelő ablakkezelőt ad, hát nyilvánvalóan azt nem választottam, ezt tetszett meg, úgy kinézetre, meg Garudát már használtam, azaz legyünk őszinték. Azért jól néz ki, meg flow, tehát működik, szépen működik, dobálja az ablakokat. Oké, ezt becsukjuk, nyilván Windows Q-val be tudom csukni. Itt lehet látni, hogy a memóriamagok hány százalékig vannak leterhelve. Ne felejtsétek el, megy a rögzítés, és a rögzítés minden rendszeren, véglenden, meg kifejezetten, kőkeményen zabálja az energiát, mármint úgy értem az erőforrásokat. Az előbb már mutattam, hogy kiírja, hogy micsoda, melyik gomb micsoda. Az a csikl nem azt jelenti, hogy meg fogod lejjebb húzod és lefele tudod görgetni, hanem egy perc lefutással van a csik, ha ide elér, becsukja saját magát, hát én kézzel becsuktam. A következő, ez a kis kör, és előtte a szám, ez nem jelent más, mint a frissíthető, frissítenidő programoknak a számát. Nem kell megijedni, hogy egy van, én most frissítettem fel a gépet, gyakorlatilag 4-500 darab programot kellett frissítenie, kis program részecskét kellett frissíteni a telepítés után, ezt le kell futtatni. Ilyenkor lefut a program, elvégzi a dolgát, semmi egyéb kézzel is meg lehet csinálni. Nyilvánvalóan az internet leföl töltögetést mutatja, ilyenkor nem igazán működik az internetnek a leföl töltögetése, hiszen nincs letöltés, nincs frissítés, nincs egyéb. Most nem használjuk az internetet, az asztalokat jelzi, nekem jelenleg egy darab asztalom van, három darab monitor. Tehát 1, 2, 3, nyilvánvalóan itt a beállítások szerint te annyit használsz, úgy indítasz, úgy rakosgatsz valamit, ahogy te éppen ezt szeretnél. Az első felsorolásban az utolsó, azt, amit érdemes megnézni, olyan választóprogramot kapsz, mint a GNOME-ban. Mind a GNOME-ban. Én ilyet nem láttam még ablakkezelőnél, ez igen egy kényelmes. Nyilvánvalóan a Windows plusz D-vel is egy menüt fogsz kapni, ilyen kiválasztós menüt, és előhozom, és akkor azt mondom, hogy Ranger-t megjeleníti, elindíthatja, tehát ez egy nagyon kényelmes dolog. Végezetül nézzük meg a B-topot, általában ezt használom az utóbbi időben bemutatáskor, hogy mi mennyi és hogyan mennyit használ. Gyakorlatilag memória fogyasztása 2,6, 2,7, 2,8, jelenleg ne felejtsük el, az OBS fut 1,4, 1,5, e környékén 1,3, e környékén van az alaphasználat, nem picin. Nem picin, de itt azért minden fut háttérben, flow, tehát olyan kényelmesen használható a rendszer, láttátok, előre dobja azonnal az ablakokat, nem kell nagyon várni semmire. Egy picit azt érzem, és úgy is tudjátok, hogy XFCE, Cinnamon az, amelyiket én úgy általában szoktam használni, illetve i3 VM-et is szoktam használni, ez gyorsabb. Gyorsan, kényelmesen dolgozhatok vele, már dolgoztam egy picit, egy új telepítést láttok egyébként, mert kipróbáltam, hogy azért valóban a háttérben lehet, hogy szép, meg jó, meg egyéb, csak háttérben a munka folyamatok, amiket én szerettek, videóvágás, egyéb dolgokat, azon egy iszonyat lassan csinálja, az nem lenne jó, tehát ugye valóban egy pörgős rendszert kapunk, igen, memória használata nem picin. Ahogy lehet látni, 10,5 giga a rendszer, maga a rendszer, ebbe a swap nincs bent, tehát ezt ki kell hangsúlyozni. A mögöttes Garuda, tehát az az árcsalapú rendszer, ami van, az lehet szimpatikus, lehet nem szimpatikus, de én úgy gondolom, hogy alapnak, ha valami újat akarok kipróbálni, akkor valami árcsalapú rendszert szeretnék használni, hogy mindig a legfrissebbet kapjam. Mindig a legfrissebbet kapjam, és gyors legyen, valamennyire értsek is hozzá, ne azzal menjen el az időm, hogyan kell frissíteni. Tehát azért tettem föl árcsalapon. Olvasmány élményeim szerint Debianra is, Ubuntura is fel lehet rakosgatni, de én nem akartam mindenféle tárolókat, egyebeket használgatni. Én úgy gondolom, hogy jó választás volt.
Hát remélem mindenkinek tetszett, vagy nem tetszett ez a kis bemutató. Én úgy gondolom, hogy egy jó rendszer. Ugye úgy bele lehet látni, hogy azért van levegőablak, vannak jól beállítható, a beállítás iszonyat hosszú folyamat lesz egy ilyen rendszernél, mert sok lehetőség van, abba bele lehet mélyenni, lehet rajta finomítani, ha megtetszik a rendszer. Lehet látni, hogy van levegőablak, ő a levegőablak, tehát az a hagyományos levegőablak, megint csak videós élményre támaszkodva, illetve hát Redditen mindenfajta fórumokat nézegetve, képeket nézegetve. Igen, az összes ablakot lehet levegőssé is tenni, be lehet állítani, hogy melyik monitoron, melyik program induljon el, milyen méretben, pontosan hol, mi legyen lebegő alapból, mi, hogyan és egyéb működjön, de hát ez igazából, aki akármilyen ablakkezelőt használt, mondjuk i3-at, nem egy nagy élmény neki, mert ez egy természetesen ki tudom nagyítani teljes képernyőre a programot, hogyha éppen olyanon van, be tudom zárni. Tehát jól működő, kényelmesen működő rendszert kapok, ahol a billentyű kombinációk az egérműveletek, itt kiemelem az egérműveletet, ami a hagyományos, régebbi, egy kicsit olyan öregurasabb ablakkezelőknél nem ilyen szépen van megcsinálva, hiszen itt azért egy egérrel a Windows és az egyik gomb, jobb gomb lenyomásával tudod mozgatni a határolókat, ezt is lehet állogatni ilyen szépen, nyilvánvalóan kényelmes dolog, hogy nem billentyű kombinációval kell valami beállítást csinálni, esetleg sok régebbi, hagyományosabb ablakkezelőnél nem is tudod az ablakok méretét változtatni billentyű kombinációval, vagy egérrel, hanem a konfigurációt kell megváltoztatni ahhoz, hogy működjön, változzon például annak az aránya, hogy ez az ablak, meg ez az ablak milyen arányban van egymással. Szóval nekem most úgy első blikre, úgyhogy egy picit használtam, gyakorlatilag ezt azt föltéve megnézegettem, milyen gyors, hogyan működik egyéb. Igazából nagyon megtetszett, nagyon bejövős a dolog. Köszi szépen, hogy megnéztetek. Sziasztok!